A világ győzelmes királynője és munkás Szent József tiszteletére. Kiknek ünnepén örülnek az angyalok, és magasztalják az Istennek fiát. Az 1940-es években egy szentéletű apáca, Natália nővér kapott misztikus, látomásos üzeneteket az emberiség, és különösen a magyarság jövőjéről. Az üzenetek egy kápolna megépítéséről, és Szűz Máriának, mint a világ győzelmes királynőjének új ünnepéről szóltak. Akarom és kívánom, hogy szeplőtelen anyámat, az egész világ, mint világ győzelmes királynőjét ismerje el. Ez az elismerés nyilvános legyen. Május 1-je legyen szeplőtelen anyámnak, mint világ győzelmes királynőjének szentelve. Jézus azért kívánja megünnepelni május 1-én a szűzanya királynői fellépését, mert általa fogja legyőzni azon gonoszokat, akik ugyanazon a napon Isten ellen törnek. Jézus megelégedett örömmel boldogan szemlélte az említett menetet. Megtudtam tőle, hogy a világnak akkor adja meg az ígért békét, amit ő a földre hozott, amikor a világ a szűzanyának, mint királynőjének nyilvános elismeréssel hódolni fog. Akarom, hogy azon a napon, május 1-én az egyház ajándékozza meg a lelkeket teljes és egyéb búcsúkkal. május 1-én erre az ünnepre érkeztek Csemesz Farkas vezetésével lovas zarándokok, és mindazok, akik a szentmisén és körmeneten a kápolna felépüléséért is imádkoztak. Ez a határkerülés egy régi magyar szokás, tehát ez a húsvéti határkerülés. Pontosan ezért, hogy áldás kerüljön arra a területre, és az ártó szellemeket pedig távol tartsák. Tehát ez a húsvéti határkerülés, ezt lovasok csinálták, ez népszokás. Ezzel is mi összekapcsoltuk ezzel a gondolattal, ezzel a hagyománnyal 2015-ben, hogy körbelovagoltuk a Kárpát-hazát. Nem mi voltunk az elsők, ezt megtette már egy másik csapat is 2006-ban, de úgy éreztük, hogy ezt most nekünk is meg kell tenni. Igen, ez a körbe való körbejárás, határkerülés, ez védelmet adhat, különösen, hogyha olyan lélekkel tesszük, olyan szándékkal tesszük. Nagyon remélem, hogy ez a változás, ez tényleg el fog tudni indulni. De nyilván erre érettékkel válunk. Tehát sokszor ez úgy történik meg, hogy már az utolsó pillanat után. Tehát az isteni érintés is olyan kicsiben is, amikor nem én döntöm el, hogy mikor van. Tehát ez benne a szép, hogy teszem a dolgom, jönnek a hullámvölgyek, hullámhegyek, és egyszer csak megtalálom azt, hogy ezt most miért csináltam. Pontosan az történt, aminek kellett, és Isten tervében ez szerepelt, és egyszer csak érezzük azt, hogy most részesei vagyunk egy dicsőségnek, ami Isten terve szerint úgy volt. Ilyen lehetett régen Magyarország. Egy Elke Mölle nevű misszionárius szerzetes kapott olyan üzenetet, hogy a magyar küldetésről, hogy az a feladatunk, hogy Isten országát lehozzuk a földre. Ez a magyar feladat, hogy megjeleníteni Isten országát. És én nekem az az érzésem, hogy erről szóltak a magyar évszázadok itt. Erről szólt a boldogasszony tisztelet, az, hogy a Szent Korona királysága itt volt. És az is erről szólt, hogy ez a nép a kultúrájában élt. A néphagyományokban és a kultúrában. Molnár V. Jóska bácsi mondogatta, hogy tehát a régi Magyarország az a paradicsomhoz lehetett hasonló. És utazóknak is voltak ilyen kijelentéseik, régi utazóknak. Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni. Ez pedig annyiban fog sikerülni, amennyiben szeplőtelen anyámnak, mint a világ győzelmes királynőjének, megadják a nyilvános tiszteletet és elismerést. Akarom, hogy édesanyámnak, mint a világ győzelmes királynőjének tisztelete Magyarországról
induljon el. Ez az egyik üzenete így hangzik, hogy miként a megváltás a betlehemi istállóból elindult, úgy fog elindulni Magyarországról az én nagy művem. A lelkek megszentelése, a sátán letaszítása, az én országomnak diadalmas uralma. Bármilyen hihetetlennek is hangzik, a megváltás beteljesedésének földi eszközéül a mennyei atya öröktől fogva Magyarországot választotta. Ez a magyarságnak a lelkében jelen lehet, gondolom, hogy nagyon régi időktől. És hát ezt onnan sejthetjük, onnan fejthetjük föl, hogy meghallgatjuk a népdalainkat, megnézzük a régi épületeinket, a régi táncokat. Ez, ahogy Dánta ír rólunk, hogy jó boldog Magyarország, csak ne hagyd magad félrevezetni magad már, ez a boldog jelző. És utazók erről is írnak, hogy ez a nép ez boldog, és hogy a boldogság hogy jelenik meg itt. És abban is, ahogy mulatni tudunk, meg abban is, ahogy szomorúak lenni tudunk, ezek mélységek. És úgy gondolom, hogy ezt a fonalat kellene nekünk fölvennünk, valahol ott, ahol ez kiesett a kezünkből. És ez valahol ott lehet, ahol a népi kultúrát, a néphagyományokat elkezdtük elfelejteni, és valahol ugyanott lehet, ahol a magyar királyság hivatalosan megszűnt. És azzal is egyre kevesebbet foglalkozunk onnantól, hogy igen, mi vagyunk az égi édesanyjának az országa és a nemzete. Ezek azok, amik azt hiszem a fő csapás irányok, és pontosan meg lehet azt találni, hogy a múltunkban ez honnan, hogyan vehető elő. Mert ennek ott van minden nyoma, lenyomata a festészetben, az minden művészeti ágban. A háború után 1947-ben Mindszenty bíboros engedélyével újból szerették volna megépíteni a Szűz Mária, a világ királynője engesztelő kápolnát. Ám a történelem közbeszólt, de 2019-ben ismételten megindult az előkészítés. Ehhez pedig meg kellett találni a kápolna pontos helyét. 1941-es, 1944-es légifotót, illetve 1951-es légifotót tudtunk felhasználni, illetve a levértári adatokban pecsétes helyszínrajzon van meg három darab kápolnának a helye megadva, és ezt a körzetet a háromból ezt pecsételték le, és ezt engedélyezték. Készítettünk egy felmérést a helyszínről, azt ráhelyeztük a légifotóra, a felmérési helyszínrajzot, és itt tulajdonképpen a légifotónál az alapok teljesen egyértelműen látszanak. És ami nagyon érdekes, hogy az 1941-es fotón a régi Szent Anna kápolna rajta van még, ami ugye bizonyítja azt, hogy az 51-esen már nincs meg, és nincs meg ennek a világgyőzelmes királynő vagy világkirálynő kápolnának sincs meg az épület része, hanem csak bizonyos kontúrok láthatók. Tehát nagyon jó a kettőnek a bizonyítása arról, hogy akkor még ez megvolt, tehát hogyha ez is meg lenne bárhol a környéken, akkor látható lenne. És még egy érdekesség, amit nem lehet tudni pontosan, hogy 41-es fotón még nem volt meg ez a facsoport, a hat fából álló facsoport, 51-ben már megvolt. Tehát ilyen nagyon pici kis fák voltak még, de épp hogy látszik a légifotón. És hogy tulajdonképpen ez teljesen, ez a része azonosítható. A többi meg, hogy föntről mit segítenek és hogyan, azt sajnos nem tudjuk. Egy apró, alig 30 négyzetméteres, két irányban kinyitható kápolna épülhet a Szent Anna réten, az Esztergom budapesti főegyházmegye és a hegyvidéki önkormányzat együttműködése eredményeként. A tervezési folyamat és az engedélyeztetés is lezajlott. Így akár már 2023-ban elkészülhet a kápolna, amelyhez egy szabadtéri miséző és emlékhely is csatlakozik. Az Anna réten átfutó nyugat-keleti és észak-déli Mária zarándokutak találkozásában álló kápolna, így a zarándokoknak pihenőhelyként is szolgál majd. Natália nővér kapott egy olyan üzenetet is, még valamikor a 30-as években, hogy ha ez a kápolna fölépül, Magyarország elkerülheti a közeledő világégést. És aztán
jött valóban egy világégés, ami akkor még nem volt annyira látható, és nem kerültük el. És most elképzelhető, hogy valami megint valami hasonló mozgolódik a világban. Talán Erdő Péter ezért is adhatott most erre engedélyt, illetve ezért is mondhatta el, hogy föl akarja építeni ezt a kápolnát, és megadja erre az engedélyt, mert valami erősen veszélyes dolog indult most el ezzel az ukrán háborúval. Sokan régóta követik a tervezett kápolna sorsát. Nem véletlen, hogy számukra komoly lelki kérdés, hogyan, milyen formában épül meg ez a spirituális központ. A szeretetünk legyen cselekvő szeretetünk, a hitünk legyen erős, ha kell, szeretetbe kell érnünk, de a hitér gyakran az igazságér, mert az igazság a legfontosabb, az Isten igazság, azért, ha kell, mindent vállaljunk, akár a halált is. Nagy úr, vétekkel igaz, megrakódtunk, gőgösek közt bizony elsők voltunk, de most a házunk hamva van fejünkön, s a bűnbánat megtépte köntösünket, Isten, istenes szerelemmel, bocsásd meg a mi vétkeinket. Mi kezdetektől fogva követjük a kápolna sorsát, itt a Szent Anna réten, most is itt vagyok, a Honfokos Szövetség képviseletében, és annyit szeretnék mondani, hogy mi úgy gondoljuk, hallottuk, hogy Erdő Péter úr megadta az engedélyt, de én úgy gondolom, hogy akkor működik ez a kápolna jó, ha az eredeti kápolnát valósítjuk meg, azt, amit leküldött Isten látomásként. Amit én láttam tervet, hogy meg akarnak valósítani, az sajnos nem biztos, hogy betölti azt a szerepet, mint amit ennek a kápolnának kéne betölteni. Ezt szeretném elmondani, és ezt szeretném, hogyha mindenki elgondolkozna ezen. Politikai szempontok nem dönthetnek szakrális vonalba. Nem lehet rá hivatkozni. Itt akkor történik szakrális megvalósítás, ha azt valósítjuk meg, ami lejött Isten által. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy fogjunk össze, tudatosítsuk ezt a vezetőkbe is, hogy ők is érezzék át. Ha igazán jót akarnak cselekedni, akkor azt tegyék, azt valósítsák meg, ami isteni. A hagyományos közös mise és körmenet után a Csemesz Farkas vezette zarándokok Erdély felé fordítják lovaikat, hiszen az egész Kárpát-medencét és a teljes magyarságot is képviselik Máriaceltől a Szent Anna réten át Csíksomlyóig. Ha a lelkünkre, a lelkiismeretünkre hallgatunk, akkor szerintem nagyon könnyen megtalálhatjuk azokat az irányokat, amik visszasegíthetnek bennünket egy jobb világba, egy jobb Magyarországba. Boldog asszony anyánk, regény.